Bejutott a Challenge Kupa döntőjébe a Székelyudvarhelyi Kézilabdaklub. Lisszabonban 27-25-re győztek az udvarhelyiek, és ezzel kiütötték a Benfica együttesét. Az SKC története során először játszhat döntőt nemzetközi porondon. A döntőben Székelyudvarhely egy újabb portugál ellenféllel néz farkas szemet. A Braga elleni párharc első mérkőzésére május 16-án Portugáliában kerül sor, a visszavágót pedig május 23-án tartják. Ezüstérmes lett a Sepsiszik női kosárlabda csapata. A zöldfehérek a bajnoki döntő 5. mérkőzésén 72-65 arányban maradtak alul a Târgoviște csapatával szemben, és így nem sikerült a duplázás. A Románia Kupa győzelmét követően a Târgoviște csapata 2-0-ás hátrányból állt fel és megvédte címét. A sepsiszentgyörgyi szurkolók végigbíztatták kedvenceiket, és a vereség ellenére is kiálltak a csapat mellett. Zorán Mikes vezetőedzőn látszott a csalódottság, de büszke volt csapatára. Először is büszke vagyok mindenre, amit sikerült elérnünk idén. Ez a csapat talán többet ért el, mint amilyenek a lehetőségei, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, a szervezésre, a klubra, mindenre. A Târgoviște csapata hátrányból állt talpra és hihetetlen hajrával győzte le a Sepsiszikket. A bajnok csapat edzője szerint a siker kulcsa a kitartó munka. Nincs ebben semmi titok, egy egész év munkája ez. Még akkor is, ha a bajnokság során nem tudtunk annyi mérkőzést nyerni, mint a Sepsiszik. Minden nap dolgoztunk, és a lányaink sokkal motiváltabbak voltak a rájátszásban. A Sepsiszik vezetősége megóvta a döntőt, ugyanis a Târgoviște keretében szereplő Porcia Green játékjoga megkérdőjelezhető. A háromszékiek óvását várhatóan egy héten belül sürgősségi eljárással tárgyalják meg. Bejutott a teremlabdarúgó Románia Kupa 4-es döntőjébe a marosvásárhelyi Citias. Kacsó Endre együttese 5-3-ra nyert a Galaci United ellen. Volt mit megbosszuljon a marosvásárhelyi teremfoci csapat Galac ellen, hisz a bajnokságban mindkét mérkőzést a Dunaparti együttes nyerte. A Citias a 7. percben szerzett vezetést, majd Emil Raducu még 2-vel növelte az előnyt, és a galaciak csak egyszer tudtak válaszolni. Fél idő után Carlao bravúros védései következtek, majd a Citias 2 újabb gólt lőtt, és 5-1-nél már eldőlt a találkozó. A vége előtt faragott még hátrányából a United, de ennél többre már nem volt képes. Kicsit 5-1, a másik félben kicsit megálltunk, de normális, hogy 5-1 volt, mindenki kapott lehetőséget, sokat is megfogadtam, de fontos az, hogy tovább mentünk. A Románia Kupa 4-es döntőjébe Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Déva és Resica bánya jutott be. Ifjúsági cselgáncsozóktól volt hangos Csíkszereda, a fiatal dzsúdósok a Táncos Gál József emlékversenyen léptek tatamira, amelyen idén jubileumot is ünnepeltek. 10. alkalommal szervezték meg Csíkszeredában a Táncos Gál József emlékversenyt. Az évente megtartott emlékezés alkalmával a csíki cselgáncs egyik meghonosítójára, első edzőjére emlékeznek. Minden korosztályban a Csíkszereda nagyon erős, minden évben, minden korosztályban a csapatversenyekben ott vagyunk az első háromban. Elég sok edző is dolgozik, nagyon sok munka van ez mögötte. Köszönheti ezt Táncos Gál Józsefnek, aki annak idején ezt elindította. Az emlékverseny mellett sor került az U15-ös Eurorégiós zónabajnokságra, valamint a Molekula kupára. 70-nél is többen neveztek be a zónabajnokságra, közel 100-an az emlékversenyre, és 120-an a most elindított gyermekversenyre, a Molekula kupára. Remélhetőleg a gyermekeknek a sikerélmény, amit ezzel a versennyel szeretnénk, ami a Molekula kupát viseli, megfelelő ambíciót nyújt, hogy a későbbiekben is magasabb szinten a cselgáncsot űzzék. A csíki cselgáncs megalapítójának kopiafájánál április 22-én lesz a koszorúzás 12 órától a Kalász negyedi temetőben.